Ne felejts, címmel Roma holokauszt történeti konferenciát tartottak Győr-Szemerén. A Cinka Panna Roma Kulturális Egyesület szervezésében létrejött összejövetelen bemutatták a Roma holokauszt 1900-as évek legelejétől a II. Világháborúig terjedő időszakát, illetve emlékeztek ezen időszak áldozataira. Kutatják a Roma holokausznak a témakörét, hogy milyen akár helyi rendeletek, akár országos rendeletek születtek a romákkal kapcsolatosan. Illetve hát ugye a mai nappal emlékezünk arra az 1944. augusztus 2-áról, 3-ára virradó éjszakára is, amikor Auschwitz-Birkenau-ban egy éjszaka alatt több mint 3000 cigány embert meggyilkoltak. Az elhurcolás Győr környékén is több ezer embert érintett. Bár nem ennyire drasztikusan, de a hátrányos megkülönböztetés még mindig jelen van az emberek fejében. Ez ellen pedig már gyerekkorban tenni kell, hangzott el a konferencián. Önök és körülbelül 50-en hallanak. Ez nagyon kevés ahhoz, hogy amit ő akart elmondani, hogy ezt az emberekbe tudatosítsuk. Én úgy érzem, és látom, és tapasztalom a saját bőrömön is, hogy kérem szépen ezt önök, mi, akárhogyan összefogunk, ez mind kevés. Mert az oktatás, arról senki különösebben nem beszél. Gyerekkortól kezdve már meg kellett volna kezdeni sokkal korábban. Az emlékezés mellett hangsúlyos szerepet kap a közösségen belül és azon kívül is a múlt ápolása és megértése, mely sokat segíthet a hasonló tragédiák megelőzésében. Tényleg meg lehet változtatni az emberek szemléletét, hogyha a tényekkel néznek szembe. Ha egy túlélővel beszélget valaki, egészen más emberként éli utána az életét, és azért igen elgondolkodik rajta, hogy bizony abban a helyzetben, abban az időben mit tett volna. Ha már ezen elgondolkodik valaki, akkor én azt gondolom, hogy már sokat elértünk. A levéltári és írásos anyagok kutatásával az elmúlt 100 évben történt események pontosításán folyamatosan dolgoznak. Ezáltal a jövőben egyre részletesebb képet kaphatunk a holokausztról és az áldozatok személyéről is.